Kedves nézőink, horgászversenyt rendeztek július 25-én a Székitavon, most erről láthatnak egy összeállítást. Horgászversenyt rendeztek itt a Székitónál, kik nevezhettek? Ez az egyesületnek egyesületi horgászversenye volt, ez azt jelenti, hogy csak kizárólag egyesületi tagok vehettek részt, tehát csak ők nevezhettek a mai versenyre. Hányan jöttek el? Sokan eljöttek, nevezés szempontjából viszont 52 ifjúsági és felnőtt nevezőnk volt, mondjuk ebből van két hölgy is, illetve 13 gyermek nevezőnk volt. Az, hogy ki melyik stégen horgászik, az hogy dől el? A versenybizottság már korán reggel jött és kijelölte a horgászhelyeket, és akik jöttek, azok névsor szerint, vagy érkezési szerint húztak egy sorszámot, és akkor annak megfelelően ültek ki. Tehát nem úgy volt, hogy előre majd kijövök és beejtetek, aztán majd oda fogok ülni, hanem ki melyik helyet húzta reggel, akkor arra helyre tudott menni, és ott kellett neki horgászni. Ez egy kicsit szerencse kérdése is volt, mert voltak olyan helyet húzott, ahol hát nem nagy sikerrel tudott horgászni, volt, aki viszont elég jól megelégedett azzal, amit fogott. Hogyan szólt a versenykiírás? A versenykiírásban, tehát külön volt meghatározva a felnőtteknél férfiak, nők, ifjúságiak, illetve gyerekek részére. Ez annyiból volt jelentősebb, hogy a gyerekek csak 20-os készséggel horgászhattak, ők itt kifejezetten csak a halőrház alatti részen horgáztak, itt mélyebb a víz, tehát 20-os készség az itt jó. A felnőttek azok saját maguk választották meg, hogy 20-os készség vagy fenekező készséggel horgásznak. A versenyeken meg mindig úgy van, hogy egy versenyző egy bottal és egy horoggal horgászhat, tehát egy készség volt mindenkinél benne a vízbe. Egy ilyen verseny alkalmával mi számít, a darabszám vagy a súly? Ez mindig annak függvénye, hogy a versenykiírásban mi szerepel. A mi egyesületi horgász versenyünkön most a súly volt a lényeg, tehát mert van olyan, amikor darabszámot is, van, amikor a legnagyobb fogott halat is mérlegelik. Mi most az első 5 helyezettet értékeljük, jelenleg most folyamatban van az értékelés, elég szép díjak lesznek majd, és itt a súly számít. Tehát amikor ugye 8-12-ig tartott a versenyidőpontja, 12 órát követően ment a mérlegelés, mérlegelőbizottság, és akkor aki a legtöbb mennyiségű halat fogta, annak megfelelően jut majd valamilyen helyezéshez. Mi a gyakorlat, milyen technikával lehet itt horgászni általában? Ez változó. Minden horgász megvan valamiről győződve, hogy ő szerinte milyen csalival lehet a legtöbb halat fogni. Most aki úszós készséggel van, ők általában csontival, ott keszegre, kárászra, küszre, ők ha több darabot fognak, ugye az is tehet ki egy nagyobb mennyiséget, akik viszont fenekeznek, ott megint változó. Általában a kukorica, a gyöngykukorica az, ami a legnagyobb mennyiségben van ilyenkor a csalik között. Bollizni is lehet, de a bolli az olyan nagy halat lehet vele fogni, csak sokkal kevesebbet, mint a gyöngykukoricával. Tehát én úgy látom, hogy a kukorica, fűzött kukorica, illetve a gyöngykukorica az, ami a legkedveltebb csali anyag volt. Milyen jelen pillanatban a halállomány itt a Székitónál? Azt mondhatom, hogy elég jó állunk, elég sok hal van a tóba, elég sok vendéghorgászunk is van, éppen ebből kifolyólag, hogy azért nagyon kevesen mennek haza hal nélkül. Éves szinten, hát most a tavalyit említeném meg, több mint 45 millió forint értékbe tettünk bele halat. Az idei haltelepítési tervünk is közel van az 50 millió forinthoz. Ezt tudjuk tartani, hála Isten, anyagilag elég jól áll az egyesületünk. Amiből a legtöbbet fognak, az a pontyállományunk, az, ami nagyon szép, különböző méretben vannak, tehát elég sok a nagy ponty is benne, ezt kedvelik a külföldi horgászok, jönnek bojlizni, főleg a szlovákok meg az osztrákok, akik gyakran látogatnak bennünket. Amúr is még előfordul benne, bár a horgászati törvény szerint most már azt nem telepíthetünk bele, illetve van keszek, kárász, küszt, tehát nagyon, nagyon sokféle halat lehet nálunk fogni. Milyen programokat szoktak itt rendezni, mennyire kedvelt helyszín?
Hát ilyen nyár elejétől késő őszig nagyon kevés az a hétvége, amikor valamilyen verseny nincs. Nagyon sok civil szervezet, egyesület, önkormányzat, hatóság, például katasztrófa védelem, rendőrség keres meg bennünket, hogy valamilyen versenyt szeretnének itt nálunk megrendezni. Azért is kedvelik talán, mert itt az egyesületnél van egy ilyen közösségi sátrunk, ahol főzési lehetőség van, és ezek a versenyek általában úgy zajlanak, hogy amíg bizonyos személyek, horgászok a versenyt ideje alatt vannak, addig a többiek valamit főznek. Ez a mai napon is így történt, tehát van külön egy csapatunk itt, aki majd valami melegétellel fogja várni a versenyzőket. A horgászok, amilyen halakat kifogtak, azt haza is vihetik? Nem, a versenyszobázatban mindig úgy van, hogy ami halat fognak, azt megtartják a mérlegelésig, és a mérlegelő bizottság a mérlegelést követően a halakat biztonságosan visszaengedi a tóba. Viszont a kiírásban is az volt, hogyha valaki méreten felüli halat fog, akkor a versenybizottságot kell értesítenie, és akkor külön mennek a mérlegelők, azt külön lemérik pontosan azért, hogy a hal ne sérüljen, ne maradjon kint sokáig, illetve ne legyen neki olyan sérülés, ami esetleg a pusztulását okozhatja. Mivel zárul a mai nap? Hát a hivatalos formája majd az lesz, amikor az eredményhirdetés történik, eredményhirdetés követően pedig mindenkit várunk egy tál melegétellel. Azt követően hivatalos program már nem lesz. Még a díjakkal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy az első, minden kategóriában az első öt helyezett az lesz díjazva. Hát összességében olyan 250-260 ezer forint értékben vásároltunk díjakat, tehát én azt hiszem, hogy érdemes volt eljönni is, meg izgulni is, hogy ki hányadik helyezést fogja elérni. Gyermekkategóriában első helyezést ért el Bakos Brigitta, aki 10,1 kg halat fogott, második lett Hricu Levente, harmadik helyezett pedig Bukovics Áron lett. Ifjúsági kategóriában győzött Kalász Arnold 13,77 kg-mal, Rába Martin a második, Kubica Csilla a harmadik helyezést érte el. A felnőtt férfiaknál Szabó Tibor Dávid nem talált legyőzőre 19,9 kilóval, őt követte Farkas László és Cégel Gábor. A nőknél Somogyi Erika 12,12 kg halat fogott, a második helyre Huszti Szilvia került.